Az idei lett volna a 8. Fricsai Richárd Katona zenekari fesztivál, ám ezúttal vendégegyüttesek nélkül zajlott az esemény. Persze a siker így sem maradt el. Nagy rendezvény helyett most egy kis hagyományos térzenével készültünk. Nagyon szerették az emberek. Én nekem ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Mindig is örülnek az emberek, ha minket meglátnak, és ez egy jó érzés, de azt éreztem, hogy most valahogy várták volna ezt a fesztivált, mindenki tudta, hogy elmarad, és nagy élmény volt, hogy ennek ellenére vonultak velünk az emberek az utcán, jó nagy távközökbe természetesen, de azért így hátra néztem, és egy szép hosszú kígyózó sor volt a fő utcán. Ez egy, azt gondolom, egy rendhagyó alkalom volt. Művészeti zeneélménynek is kiváló volt a helyőrségi zenekar térzenéje. Talán kevesen gondolnak bele abba, mennyire teljes embert kíván ez a feladat. A fizikai részét nézzük, azt pedig senki nem gondolja, hogy mondjuk menetelés közben trombitálni, vagy tubát fújni, vagy éppen a dobot ütni, az egy nagyon komoly fizikumot igényel. Amerikában csináltak egy ilyen felmérést néhány évtizeddel ezelőtt, hogy a fúvós hangszerek milyen mértékben veszik igénybe a fizikumot, és 3 órányi trombitálás, az 8 órai favágó munkát emészt fel. Tehát azt gondolom, hogy szerintem mi jó kondiba vagyunk. Ezt szerda este is bebizonyították, a Városház térről indulva a fő utcán át a Hotel Magyar Király előtti térig, majd a visszafelé tartó útvonalon szórakoztatták a közönséget.